Üdvözlök mindenkit, Kubi vagyok. Köszönöm szépen a sok hozzászólást, hogy mégis mi legyen a nyomvonal. Írtátok azt, hogy legyen tuning, és hogy menjünk el abba az irányba, hogy a bugit is csináljuk meg. És ugye a bugihoz meg kell tudnunk venni a kis kunyhót, meg fel kell oldani a junkyardot, ugye a koncstelepet. Ahhoz viszont pénz kell. A pénz pedig legjobban úgy, hogyha ezeket a nagyszerű hordokat ugye eladjuk, ez ugye mint kiderült, ez heti szinten elég jó pénzt fog tudni hozni. Szóval ez az aktuális nyomvonal. Ha ezt a napi hármat tudnám tartani, az tök jó lenne, csak akkor minden nap be kell menni. Ami viszont azért nem baj, hogy be kell mennünk, mert a roncstelephez, hogy az kijöjjön, ahhoz el kell érnünk, ha jól emlékszem, azt mondtátok, hogy a 25-ös barátság szintet a benzinkutassal. Szóval ez a nagy terv. Mindemellett ugye kell egy ilyen 5000 valahány száz pénz a kunyhóhoz. Azt szerintem viszonylag könnyen össze tudjuk már rántani a következő egy-két nap alatt. És akkor utána a többi az már grátis, az belemegy a BMW tuningjába. Mondjuk valószínűleg a holnapi dolog az nem lesz meg a három hordó, maximum kettő, mert elfelejtettem beindítani a generátort, szerintem lazán eljöttem mellette. És hát ezzel az a nagy gond, hogy kevés a nyerszirupunk. Ez ugye már megvan, ez egyébként szerintem tök jól sikerült. Friendshipünk az vele is most már megvan. És mint kiderült, ugye kíváncsi voltam ezekre a pipákra, hogy mi a franc. Ez azt jelenti, hogy vele ma már beszéltünk. Szóval, ja. Na mindegy. Igen, hát az látszik, hogy vele még háromszor kell beszélni, tehát előleg a héten akkor az meg tud lenni, hogy sikerüljön bejutni a roncstelepre. És szerintem ilyen tempóban, ha haladunk, akkor pont egy időben ezzel meg fogom tudni venni a kis kunyhót is. Viszont mivel lényegében minden nap most addig arról fog szólni, hogy hát ez a kör, hogy eljövünk, eladjuk a szirupunkat, aztán tankolunk egy kicsit a kannába, mert az mindig kell, meg beszélgetünk mindenkivel, akivel kell, így hát nagy eséllyel ezeket skippelni fogom. Hello? Don't forget. Bár egyébként ugye az még az előző részben derült ki, hogy annyira még mindig nem hatásos a fék, szóval lehet, hogy a hátsó féket azt erre a simára ki kéne cserélni. És akkor már félig menet biztos lenne. Egyébként ezen röhögtem, hogy a maga egy ilyen motor, az majd gyakorlatilag annyiba kerül, sőt még kevesebb, mint a kis kunyhó, de eléggé közel van. Tehát egy kunyhó árával kijön a sportmotor. Na, most, hogy a srácok kibújtak, így gondoltam még egy versenyt azért bejátszok. Sok kicsi sokra megy alapon, ugye már. A más nem, azért meg lesz belőle a benzinpénz. Thank you.
Nyerni nyertünk, de az a megcsúszás nem volt egy szép dolog. De hát mindegy, legalább pénz jött. De ezek a gumik már tényleg a végét járják. Hosszú a helyzet, hogy lesz most már 8 plusz cuccunk, amiből kijön majd a Big Pack. Ölni. Az igen. Az tényleg Big Pack. De jó Isten. Oké. Okay. Na. Ezt majd a holnapi napon eladom a benzinkúton. A simát meg beteszem a BMW-be. Nos, eljött a pillanat arra, hogy az első Big Pack füvecskénket eladjuk. Illetve egész jól állok a pénzügyileg. Szóval lehet, hogy veszünk már még valamit. Hello! Give me a spawn package. Múltkor még azért mondtam. Ah! Oh, ennyi. 500. Hát 65-öt kapunk egy kicsi ér. Ugye annyira nem éri meg. Megvan a scrapyard! Jó, akkor az viszont kiderült, hogy ha valakinek hozunk egy füvet meg egy Big Packet, akkor bizony ezért is ad. Plusz friendshipet. Erről eddig lemaradtam, megmondom őszintén. Itt nekem az a problémám, hogy igazándiból felni szettet azt nem tudunk venni. Hát mindegy, ezt most kicsit benéztem. Ami fix, hogy a két időt azt ki akarom cserélni, a két féket hátul. Mert a fékezés az egyelőre borzalmasan megy még ABS-szel együtt is. Sport felfüggesztést egyelőre nem akarok. Viszont akkor a tuningnak a következő része az lesz, hogy kerekeket fogunk venni. De hát gumikat. Isten igazából az a helyzet, hogy nem látom sok értelmét a mostani kerekeknek a megtartását, mármint a gumikinak a megtartását. Persze majd hazahozzuk, de hogy így ennyi, azok majd a polcon fognak szépen figyelni. Jó. Jó, szóval a scrapyardra már el tudnánk menni. Most pont elköltöttem azt a pénzt, amiből meg tudnánk venni a vitillót. Szóval az még egy picikét várat magára egészen holnapig. Nos hát, neki állok szépen. Kicsereberélni a hátsó fékeket. Plusz, ha már így jött ki a lépés, akkor leszedem az összes kereket, és a következő nap kicseréljük őket sportgumira, és akkor ez lesz a most az effektív tuningunk. Megnézzük, hogy utána mégis mi sül ki belőle. Szerintem egy fontos dolog lesz, mert most már érezhető az, hogy elindulásnál is Isten igazából a tapadás az első, ami elveszik. Ettől csúszkálgat meg jobbra-balra a járgány. Valamint fékezésnél is eléggé befolyásoló tényező az, hogyha hát nincs éppen rendben
Szarok a gumik. Na, ennyi. Röviden tömören. Hát ugye ez azért egy eléggé látványosan, így a felülete az egy téli gumira hajaz, ami hát nincs is már túl szép állapotban, Isten igazából, mintha itt ott már nem lenne minta. Szóval ráfér a járgányra, és hogyha meg lesznek Isten igazából a sportgumik, akkor már nem leszünk túl rosszak. Itt azért annyit megnézünk majd mindjárt. Erre kíváncsi leszek, hogy maga a gumi az befolyásolja a súlyt, vagy esetleg csak a felni. Ez azért egy érdekes kérdés, hogy a könnyített felnik azok azok nem véletlenül szoktak könnyítettek lenni. Ennyi vagy te. 23 kerekem. Jó. Old Wheel. Leszedjük az összeset, aztán ezeket szépen elviszük holnap a izébe. Benzinkútra kicserélni a gumikat. Ugye ott tudunk csak gumit cserélni egyelőre. Ezért azt nem viszek. Pumpát, ami valahol itt van. Azt nem viszem el, mert úgyis visszahozzuk. Tehát, hogy majd itt kerülnek föl. Kocsi, az meg itt szépen el van. Na, lássuk a mackót. Azt mondja, hogy kelleni fog a féktárcsa. Meg kelleni fog a fékböttét. Helyett a kaliper. Mindig elfelejtem, mi annak a neve. A nyereg. Kérem szégyen. Akkor már csak egy kell majd ide. Jó. Picikét szegény autó az nem hát hogy mondjam, tarka barka lesz. Tehát annyi baj legyen, szeret tarka barka lenni. De már jöhetsz is, meg mehetsz is. Viszlát. Azért vannak még alkatrészek, amiket lehet csereberélni. De én a legjobban egy izének örülnék, megmondom őszintén, egy cippi szuper. Na, mi a tök az? Hova raktam a másikat? Egy emelőnek. Azt úgy adnám. Ha valakitől csak így kapnánk, mondjuk Francis-től. Jó. Azt szerintem azért a bátyustól egy túl nagy kérés lenne, hogy dobjál már meg egy autóemelővel, csak így szívességből. Na, azt mondja, hogy a fékek ki vannak cserélve. Nem azt mondom, hogy a legjobbak, de nem rossz most már. Ezeket holnap elvisszük. És így Isten igazából ennyi. Elérkezett a péntek, az állás a következő. Összesen a héten 3 hordót nem sikerült a tervezethez képest leadni. Így a heti pénz növekedés az a tervezett 3000-ről hát lecsökkent 2004-re, ami azt jelenti, hogy ha jól számolom, akkor nagyjából 4000 dollárt fogunk kapni a vasárnapi napon. Addig a kunyhót nem fogom tudni megvenni, mert most akkor földobálok új gumikat ezekre a régi felnikre. Plusz ugye hát megtöltjük a pannát, hogy jól legyen. Viszont szeretnék este egyet versenyezni. A következő nap pedig megnézni a scrapyardot, hogy mégis ott mit találunk. Ugye egy picikét már körbenéztünk az egyik részben, hogy ott mégis így vannak dolgok. De
Túl sokat nem lehetett felfedezni. Volt ott egy érdekes kinézetű járgány. Azzal még nem tudom, hogy mit lehet kezdeni. De majd meglátjuk. No. Kedves úriember, tegnap egy single pakkot akart. Kíváncsi vagyok ma, hogy van vele. Mert lett megint a négy közénk, dobozkánk. Kövesen. Az a 500. Megpróbálok adni ezének is. Na, friendshipünk fölment. Még egy kis pénzünk is van. Na de. Lássuk a medvét. Abban nem vagyok biztos egyébként, hogy itt így lehet szedetni a gumikat. Csak reménykedem. No wheel in the machine. $15 per use. Az oké, de ezt leszedni hogy lehet? Árban nincs különbség. Csak most akkor ezekre elverünk 1200-at. A kettő. Plusz akkor még 600-at, akkor már 1800-at elvertünk, akkor ott tartunk, hogy 4000-ünk van. További költésre. Akkor még csak két kerekünk van. Jó. Legyen az, és a tuned wheel-t fogom elvinni. És akkor, mivel ugye a Verdán a hátsó kerék a domináns, ugye az a hajtott tengelyünk, így oda fogjuk felrakni. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, de most egyelőre ez lesz. És akkor így. Hát mindegy. Úgy érzem, hogy akkor így elsőre kösz, hogy megint gyorsan akartam mondani. Biztos, hogy az időnkbe sokat bele fog számítani. De majd meglátjuk. Viszont elvileg most van kint a fekete furgon is. Mindjárt meglátjuk. És igen. Na, hát ugye a cottage az emlékeim szerint 5600-ba kerül, ugye 4000-et kapunk, tehát olyan 1600-nak kell maradnia, ami annyit jelent, hogy 2004-ig költhetünk. Ugye ez már megvan, ilyenünk még nincs. A turbo az ahhoz drága, tehát azt most így nem. Nitrót erre a motorra egy picit még sokkal nem. Aha. Jó, elviszük még ezt is, és akkor lesz egy kis extra craft a Verdába. Nos, visszatértünk. Feldobáljuk a kerekeket, meg a extra cuccot. Aztán meglátjuk, hogy teljesítenek. De azt beszéltük, hogy ők jönnek előre. Ők meg jönnek hátra. Oké. Okay. Jó. Egy akkor megvan. Még kell a pumpa. Már ugye ebbe van. Tehát, hogy egy picit több a keleténél. Hát ezt meg lehet pumpálni egy darabig.
Általánosságban egyébként a sportosabb kerekekben, hogy ugyanazt a hatást elérje, nagyobb nyomás szokott kelleni. De nem tudjuk mennyire feres. Szóval marad ugyanaz, mint ami előre van állítva. Van egy picivel kevesebb, ez a 40-es. Azért magányabban néz ki. Na, legalább a hátsó kerekek megvannak. Most akkor még kisereveréljük a beszívást is. És akkor az alap performance upgrade az meg lesz. Igazán látom, hogy itt hol vannak ennek csavarjai. Remélem azt kezdtem el kicsavarni. Akkor ezek szerint van még valahol egy... Aha. Valahol még van egy... Ott van egy... Jó. És bent is van. A súlyt azt ilyenkor szeretem mindig megnézni, mondjuk a kerekeknél pont nem néztem meg, hogy van-e különbség. Ha lesz idő, akkor megnézem azt. Ez ennyi lesz. 16 helyett 12. Na, még egy kis súlyocska az mínusz. Csavart nem vettünk, egy darabot se. Szóval ez most így marad. El kell majd vinni kipróbálni. Na, ígyni. Jó! Kíváncsi leszek rá, megmondom őszintén. Egy kis szurripot iszunk. Te maradsz. Jó, egy picikét még kertészkedek, mert túl korán van elindulni bárhol is. Hátul az még füstöl, akkor az még marad. Kicsit kertészkedek, aztán majd elindulok a versenyre, estére. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül alkotni. Jó Isten! Megint egy picikét a hangja az így. Picit átalakult, úgy érzem. Na mindegy. Menjünk, versenyezzünk, megnézzük, hogy mit értünk el ezzel a kis módosítással. Most földúton sem teszi keresztbe magát annyira könnyen. Viszont a kanyarodáson lehet, hogy egy picikét sikerült rontani azzal, hogy engedtem az éből. De igen, plusz ugye még mindig látszik az ABS-en, hogy csúszik, mint a szemét. Most már hátul is felújított fék van. Na mindegy, annyiban legyen. De versenyen meglátjuk, mennyit értünk el vele. Pici hangja így is volt, hogy kapart, de messze annyi, mint a izénál. De nem tudom elképzelni, hogy mi lesz majd a... Ha esetleg a turbót felrakjuk, vagy a performance engine rákerül. Az azért...
Úgy érzem, nem lesz egy rossz dolog. Ja, hát hoztam a találkozóra egy kis fülecskét is. Lassan előkerülnek itt a srácok, és akkor majd lehet nekik adni. Hol vagytok, srácok? Rátok várok. És... Felbukkant mindenki. Ja, tessék. Kis pénzkereset. Azért. Cseh. Hát ugye itt még mindig csak a $50 tétele van. De annyi baj legyen, az autó tesztelésére tökéletesen megfelel. Lássuk a medvét. Az első pillanatban ott hagytuk. Wow! Ez egy másodperces javulás? Jól érzem. Viszlát! Hát neki már esélye nincs. Kicsit visszakorrigálom a első keréknyomást, mert most nagyon nem úgy éreztem, hogy jó a kezelhetőség. Ez is hátulsókat is föl tudom 45-re. Hát ha jobb lesz egy fokkal. Égyni. És szundi-bundi, aztán a következő nap majd kicsit kalamolunk. Most hát az a helyzet, hogy ugye a kunyhóra még nincsen pénz elég, az majd a következő, hát majd éjfélt itt az óra, és akkor már lesz. Éppen ezért most még egyelőre inkább a termeléssel foglalkozok így ezen a gyönyörű szép szombaton. Ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy megint elfogyott a fa, ami sajnálatos. Éppen ezért most kivágtam még kettőt, és ezt hátra kell vinni. Így remélhetőleg a hétfői napra akkor meg lesznek a mennyiségek. Illetve úgy láttam, hogy most már megnőttek a kis ültetett fáskák annyira, hogy be lehet kötni őket a rendszerbe. Mégpedig annyira, hogy így már elérjük a 100 fát, ami tudtommal a max, amit ez a kis generátor elbír. Onnantól kezdve már tényleg csak az egyéb kiegészítők vásárlásával lehet gyorsítani a folyamatokon, ami hát ugye akkor lenne az igazi, hogyha rajta lenne az elektromos automata berendezés. Hú, eltévedtem. És már olyan szempontból, hogy az az elektromos fűtő berendezés, és akkor lényegében, ha a generátorban van egy nyál és üzemképes, akkor tud működni. Bár a srác ugye a sziruposoknál azt mondta, hogy nagyon sok áramot fogyaszt, szóval érdemes rákötni magunkat a hálózatra, az elektromos hálózatra,
az viszont olyan beüldéletesen drága, hogy az nem most fog előfordulni. Meg hát ugye a tuning lett megszavazva, így maga a sziruptermelés egyelőre akkor manuális marad. Nem fogok arra költeni. Ha nem, akkor megszerezzük szépen a megint gyorsan akartam mondani. Megszerezzük a Vityillaut, a kis kaibát, és onnantól kezdve egy az, hogy több a fa, kettő az, hogy meg lesz elvileg a bagi is, illetve be kéne nézni a roncstelepre, hogy ott mégis mi a helyzet most. Na, egy elkészült, ezt a négyet szeretném össze varázsolni majd hétfőre, akkor az már egy egész jó indulás. Aztán ennyi. Én még bekötögettem majd a fákat, ha már úgyis itt vagyok. És 100. Kereken 100 fa van bekötve most már a kis gyűjtőrendszerbe. Good. Hát, nem lettem elragadtatva. Nem tudom, hogy lehet-e többet is. Azt olvastam, hogy ez az, amit így ez így tud. Egyelőre most nem próbálok ki többet. Remélem a roncstelepnél is nyitva tartási idő. Most már csak azt kéne, hogy non-stop tudjunk tankolni. Mert nem az, hogy non-stop, hanem hogy így bármikor. Na, lássuk a medevét. Hol van? Jó. Yeah. No. Azt mondja, hogy ez se egy szép kerék. Azt nem fogjuk elvinni. De jó nézel ki. Egész jó modelleket szeret össze a fejlesztő, tetszenek, csak... Hát ugye egy is használatos. Na, igen, ez a nagy kérdés, hogy ez mi ez a szörnyeteg? Aha. De jó Isten! Kár, hogy vontatni nem lehet. Ez egy picit betegenek tűnik. Ez az állat.